Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Max kiakatált Kiakatát podcast, én Roland vagyok, és a mai adásban egy 1,8 millió forintos hibáról fogunk beszélni. Nem is azt mondanám, hogy ez az összeg az, ami miatt legszívesebben elsírnám magam, hanem a mögöttes minta, amiről itt ma beszélni fogunk. Visszamegyünk ugye 2019 őszére, amikor történt ez a hiba az én vállalkozásomban, és hát nem itt történt először, de itt vedeztem fel, hogy ez egy óriási nagy probléma. Az történt ugyanis, hogy nem a kft hanem azon kívül, mint magánember, mint Tusnádi Roland egyéni vállalkozó, végeztem egy tanácsadást egy barátomnak, és onnan származott nekem egy elég szép bónuszom, egy 1,8 millió forintos összeg, amelyet én egybe bónuszként megkaptam. Ez az enyém volt Tusnadi Rolandként. Ezt az összeget nem lenne célszerű berakni a vállalkozásunkba, mert hát ha ezt visszarakod a bizniszbe, az bizony fel fogja zabálni ezt. Sajnos ezt az alapelvet akkor még nem tudtam, és fogtam ezt az összeget, és visszaraktam a vállalkozásomba. Miért tettem ezt? Hát volt egy, fogalmazzunk úgy, hogy abban az időtájt még hát nem volt a vállalkozásomnak a pénzügyi a, a csúcsán, hát beleértve nyilván az én vezetői pénzügyi intelligenciám sem, és volt egy ilyen 2 millió forint körüli adófizetési kötelezettségünk, amire hát nem mondanám azt, hogy olyan szépen, mint manapság, az alszámlákra pakolgattuk félre a pénzt, hanem erre valahonnan elő kellett volna teremteni. És itt igazából a történetben az a legizgalmasabb dolog, hogy ha ez az 1,8 millió nem állt volna a rendelkezésemre, akkor valószínűleg ezt megoldottuk volna. Nyilvánvalóan volna elkezdtem volna értékesíteni, mint az állat, elkezdtem volna kreatív lenni, kitalálni olyan dolgokat, amik addig eszembe se jutottak. Valószínűleg te is érzékelted már azt, hogy amikor kényszerhelyzetben van, vagy amikor szükség van egy bizonyos összegre, akkor olyan erőforrásokat mozgosítasz, amik addig eszedbe se jutottak, hogy benned vannak. Viszont, amikor ott van a komfort, amikor egy ilyen összeg rendelkezésre áll, akkor nagyon könnyű csábító azt mondani, hogy ezt az 1,800 milliót ezt berakom, és igazából nem kell elkezdenem erőlködni ezt tettem, a biznisz megette ezt az 1,8 milliót, és itt hoztam egy alapelvet, ami úgy hangzott, hogy már kivett összeget, vagy ebben az esetben ugye külön megkeresett összeget, nem rakunk vissza a vállalkozásba, muszáj megoldania a vállalkozásnak azt, hogy tudjon működni enélkül az összeg nélkül, ha ilyen helyzetbe kerül. Ezt te egyéni vállalkozóként úgy tudod a lehető legjobban használni a bizniszedben, hogy amikor megkeres egy bizonyos összeget, akkor annak egy százalékát azonnal félre rakod. Mondok erre két példát, hogy ezt hogyan tudod a lehető legegyszerűbben megtenni. Az egyik az nem más, mint amikor beérkezik a bevételet, tegyük fel, hogy keresel 350 ezer forintot egy együttműködésből, amit mondjuk kifizetnek előre, abban az esetben határoz meg egy százalékot, amit azonnal átváltasz euróba. Azért javaslom az euróváltást, mert amikor még Nincsen pénzügyi intelligenciát, nincs jelentős megtakarítás, és nem azon kell gondolkodnod, hogy most minek lesz a legjobb megtérülése, akkor egyszerűen csak azt kell elérned, hogy legyen annyi önfegyelmet, hogy végre félre tudsz rakni. Tehát ebben az esetben azt javaslom, hogy ahogy beérkezik 350 ezer, vegyél le mondjuk 100 ezer forintot az atm és menj el egy pénzváltóhoz, vásd át euró és ezt rakd el otthon. Most ne beszéljünk arról, hogy minek van a legjobb hozama, meg ilyesmi. Itt alapból annak van a legjobb hozama, hogy egyáltalán nyugodtságot nyugalmat biztosít számodra az, hogy elkezdtél összegeket félrakni. Azért javaslom az Eurocash-t, mert én például megpróbáltam forintba félrakni, de amikor még jött a futár, és véletlenül nem volt otthon egy készpénzem, akkor hát nagyon szépen hozzányúltam ahhoz az összeghez, és úgy voltam megint csak, hogy majd később visszarakom, nem raktam. Azt gondolom, itt megállnék egy pillanatra. Azt gondolom, hogy nem velem van a probléma, és nem én vagyok egy olyan ember, aki képtelen bánni a pénzzel, hanem általánosságban véve a pénzügyek nem egy könnyű dolog. Ugye sokszor úgy próbálunk hozzáállni, mintha ez matematika vagy fizika lenne, ahol egyértelmű szabályok vannak, racionalitás és logika működik, pedig a pénzügyekhez sokkal inkább kellene úgy hozzáállni, mint a pszichológiáról beszélnénk, lélektarról beszélnénk, hiszen a pénzügyekben Mondhatnánk, hogy ebben az országban majd, hogy nem mindenki tudja, hogy rendezni, rendelkezni kellene három hatalmi megtakarítással, hányan rendelkeznek valójában vele? Ez az igazi kérdés. Szóval nem a logika, és nem az számít, hogy mit tudsz, hanem az, hogy mit teszel. A mögöttes érzelmek számítanak. Úgyhogy ezért mondom, hogy engem is nyilvánvalóan elvittek a saját érzelmeim, és nem tudtam ezeket a dolgokat tartani. Ezen változtatni először az előző módszer az eurós módszer tudott. a másik módszer, ami pedig nagyon segít, az az, ami nagyon hasonlít az euróshoz, és egy önfegyelmet igényel természetesen, hogy ezt megted, de a másik azt pedig az, hogy ahogy beérkezik egy bizonyos bevétel, megnyitod a, a, a smart bank applikációdat, megnyitod a bankos applikációdat a telefonodon, és beérkezett bevételből egy alszámlára, amit megnyitottál a bankban, a főszámlád mellé nyitsz egy alszámlát, amihez nem tudsz hozzáférni, nem tudsz róla utalni ha neten keresztül, csak rá tudsz tenni összeget, tehát én ezt szoktam még csinálni, ha beérkezik mondjuk 350 ezer forint, akkor egy bizonyos százalékot, amit előre meghatározok, azt mindenképpen átutalom erre az alszámlára, így például, ha beérkezik ez a 350, és még megvan meghatározott, hogy 30 százalékot félraksz, akkor 105 ezer forintot félraksz erre az alszámlára, és azzal már úgy bánsz, mintha az nem Létezne. És itt térünk igazából vissza a történetem elejéhez, az 1,8 millió forintos hibához. Ha félreaktad ezt a 105 ezeret, és utána gondolkodnod kell, ez szükséged lenne erre a 105 ezer forintra, nem nyúlhatsz egész egyszerűen hozzá. Meg kell oldanod úgy, mintha az az összeg nem létezne. Mert ha nem létezne, akkor megoldanád nélküle. Egyszerűnek tűnik ez az alapelv. A kérdés nem az, hogy az alapelv mennyire egyszerű. A valódi kérdés az az, hogy végzed végzede, csinálod -e ezt az alapelvet, használod -e a vállalkozásodban, beépíted-e, és ezáltal hosszú távon pedig kiépítesz megtakarítást, ami a nyugalmadat, a jó alvásodat biztosítja, vagy pedig továbbra is rabolott tulajdonképpen saját magadat, hiszen én itt 2019. szeptemberében nem tettem más, mint megloptam saját magam, és utána pedig nem értettem, hogy miért nem alakul ki jelentős megtakarításom, miért nem alakul ki magán vagyonom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a mai adásban. Kérlek, hogyha tetszett az adásnak a mondani valója, és szeretnél velünk tartani továbbra is, akkor iratkozz fel, vagy oszd meg kommentben, hogy mi volt a pénzügyekkel kapcsolatban az az alapelv, amely neked segített. Találkozunk a következő Maxolki Akatát podcastban.